Gödöllőre látogatott az igazi lapföldi Mikulás Jollopuki. December 1-én a gyerekek a karácsonyháznál találkozhattak a távoli finnországi Rovaniemiből érkező télapúval, aki ezúttal már 13. alkalommal látogatott el Magyarországra. A Művészetek háza előtti téren karácsonyi dalokat énekelve hatalmas gyermeksereg várta őt kedd délután. Oikein, oikein paljon terveisiä kaukaa Lapista, Suomesta, Rovaniemeltä. Sok-sok üdvözletet hozok nektek, kedves gödöllői gyerekek, északról, Lapföldről, Rovaniemiből. On niin mukava tulla tänne Gödöllöön, kun täällä on näin paljon kilttejä lapsia. Nagyon nagy az örömöm, hogy ennyi jóságos gyerek között lehetek itt Gödöllőn. Olettehan te mustaneet olla kilttejä. Jók vagytok? Ei kuulu. Nem hallom, annyira öreg vagyok. Fél négykor megérkezett Jollopuki, itt üdvözölte az egybegyűlteket, gyerekeket, illetve a családokat. Voltak itt rénszarvasok, illetve még mindig itt vannak a rénszarvasok, pónilovak, és a mocorgó gyerek program, és itt van velünk, ők óriás buborékokkal, illetve bábozással fogadták a gyerekeket. Jollopuki 2002 óta immár hagyománnyá vált körútjai során több százezer gyermekkel találkozott már, és sok-sok gyermeket ajándékozott meg. Idén 9 napig járja Magyarországot. Több városban és kisebb településeken is meglátogatja a gyerekeket, rendezvényeken, iskolákban is körülnéz, és több árvaház lakóit is meglepi. Gödöllőn a karácsonyház előtti köszöntője után 100 szerencsés kicsi személyesen is eltölthetett vele néhány percet. A Lapföldi Mikulást Gödöllő város polgármestere dr. Gémesi György is üdvözölte. A rendezvény helyszínéül szolgáló Gödöllői Karácsonyház évek óta novemberben nyitja meg kapuit, csodásan feldíszített karácsonyfákkal, ünnepi kiegészítőkkel, dekorkellékekkel. Idén új helyszínre költözött, ahol 8 teremben más-más stílusban az aktuális trendeknek megfelelően feldíszített karácsonyfát készítettek el. 2015-ben a karácsonyházat több mint 5000 féle kreatív díszítőelemmel ajándéktárgyal rendezték be. Az ajtón belépve a színek, a látvány azonnal karácsonyi hangulatba ringat mindenkit. Na niin! No niin! Tämähän on mukavaa! Täällähän on näin paljon
Kaikkea niin jouluista. Annyira finom karácsonyi illat van itt. Ihan kuin kotiin tulisi. Olyan, mintha hazaérkeztem volna. De, mutta tämähän on minun koti täällä Ungarissa. Tehát ez én házam Magyarországon, a karácsonyház. Niin, joo. Tämä on tämä minun Ködöllön joulumökki. Ez az én Gödöllői nyaralóm. Ja. Oi, kyllä, kyllä. Kylläpä täällä on kivoja asioita. A karácsonyház az egy teljes mértékben gödöllői kezdeményezés, tehát már itt működik több mint 10 éve. Ez eredetileg karácsonyi vásárok tartásával indult, és aztán adódtak hozzá még plusz értékek, kézműves foglalkozások, illetve egy idő után a családi programok is jöttek hozzá. Ugye ez a karácsony előtti időszak egy nagyon jó időszak arra, hogy a családokat összehozzuk. A Gödöllőn kívül még Budapesten a Terész körút 3-ban, azt hiszem? Tehát ez a Király utca és a körút találkozásánál ott van még egy karácsonyház. A karácsony előtti időszak azonban nem csak a várakozás, készülődés, hanem a jótékonykodás időszaka is. A karácsonyház így évek óta összekapcsolja működését különböző adománygyűjtő akciókkal. Az elmúlt években többször gyűjtöttünk adományokat, sikerült eddig ruhákat, játékokat, sőt pénzadományokat is gyűjtenünk évről évre másik célra. Gyűjtöttünk már kórháznak, illetve árvaháznak is, és hát mindig nagyon sikeresek voltak ezek az akciók. Idén pedig a finn nagykövetséggel sikerült egy együttműködést kialakítani. Nekik van egy programjuk, ez a Finnagora Joulupukki nevű program, amelynek keretén belül ők dunántúli szegény családoknak segítenek, tehát nekik gyűjtenek adományokat, és hát a karácsonyház ebben segíteni szeretett volna. Meghívtuk Joulupukkit Lapföldről, és ő boldogan vállalta ezt a meghívást. A karácsonyháznál a látogatók tehát nem csak találkozhattak Joulupukkival, hanem gyermekruhát, tartós élelmiszert és játékokat is hozhattak magukkal, melyet a Lapföldi Mikulás továbbít majd a szegény, rászoruló gyerekeknek. És milyen ruhákat hoztál a saját? Amikor már kinőttem is odaadhatok ruhákat, amiket elhozzok, és odaadom a gyerekeknek, akiknek nincs ilyenük. Miért szeretnél ezeknek a gyerekeknek segíteni? Miért ajánlottad fel a ruháidat? Mert azoknak nincs egy se, és gondolom, hogy szomorú lenne azok a emberek. A jótékonysági program ezzel a nappal nem ért véget. A karácsonyház a rendezvény után is folyamatosan várja a felajánlásokat. A karácsonyház továbbra is gyűjti ezeket az adományokat, amit utána el fog juttatni a finn nagykövetségre. Illetve igen, vannak még ötletek az idei évre is, de még nincsen lefixálva. A tervek szerint a karácsonyház az összegyűjtött felajánlásokat gyermekotthonok és más szociális intézmények számára szeretné eljuttatni az ünnepek előtt.